szeretnénk, hogy többen kerékpározzanak Magyarországon. Nem elégséges az infrastruktúrában, a kerékpárutakban gondolkozni. Hiszen a feltételekhez hozzátartozik az is, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat. Az egyik legfontosabb, hogy az előzési oldal távolságot azt Magyarországon is szabályozni kellene. A Tour de France idei kampányához csatlakozni fogunk, ahol Christian Prudhon felhívta a figyelmet, az idei Tour de France-nak kiemelt célkitűzése lesz, hogy felhívja az előzési oldal távolságra a figyelmet. Az idei Tour de France ismertetésekor mutattam be a világnak ezt a trikót. Előzök, távolságot tartok. Ez az üzenet mindenkinek szól, mert mi biciklisek mindannyian autósok is vagyunk. És tiszteletben kell tartanunk azokat, akik kerékpáron ülnek, amikor előzzük őket. Annak érdekében, hogy biztonságosan tudjanak tekerni. Akár a bajnokokról, akár a hétköznapi bringásokról van szó, elengedhetetlen, hogy előzéskor a kerékpáros és az autós között városon kívül másfél, városon belül egy méter legyen a távolság. Ez a Tour de France egyik legfontosabb üzenete, amelyet önöknek szeretnék bátorításként küldeni, tudva azt, hogy ez önöknek, szervezőknek kiemelten fontos a Tour de Hongrie-n, és természetesen a lehető legszebbeket kívánom a 2018-as Tour de Hongrie-nak. Olyannyira fontos ez a téma, hogy bár Tour de Hongrie kerékpárversenyt szervezünk, profi kerékpárversenyt szervezünk most már sok éve, ennek ellenére, hogy éppen emellett számunkra mindig is nagyon fontos volt a közlekedéssel, nevelés, a közlekedés biztonság, hogy mennyire ez a mezét mellettem jól mutatja. Az idei Tour de Hongrie volt a legjobb fiatalnak járó mez, ez a Bringa Akadémia logóját viseli, tehát nekünk, a cégünk, a szervezők számára évek óta rendkívül fontos az oktatás, nevelés. Nagyjából 10 éves háttérre van annak, hogy most már ott tartunk, hogy iskolai tantárgy lett a Bringa Akadémia. Amikor a magyar kerékpársportnak jelenleg a fő problémája az az, hogy nincsenek zárt országúti edzőkörök, tehát a fiatalok, az utánpótláskorú versenyzők kizárólag országúton tudnak edzeni és versenyezni. Nyilvánvalóan nem kell különösebben magyarázni, hogy mi a jelentősége ennek az előzési szabálynak. Minden nap, amikor fölveszem a kerékpáros cipőt és kimegyek az országútra edzeni, megvan a kockázata annak, hogy lehet, hogy ma már nem fogok hazajönni, és ugye minden nap így elindulni edzeni azért nem egy felvinító élmény. De ez a másfél méter szerintem is az a minimum, amit tartani kéne az autósoknak. Ugye főképp azért, mert még egy profi kerékpáros ez azért nagyjából ki tudja védeni, addig egy amatőr kerékpárosnak ez az életébe kerülhet. Én azt gondolom, hogy a gépjárművezetők jó hiszeműek, de nincsen olyan támpont, ami szerint azt lehet mondani, hogy igen, nagyjából ez az a megfelelő oldaltávolság. Tehát a kereszt módosításunknak, amit közösen fogunk jegyezni, a lényege az az, hogy a megfelelőnek a megállapításában segítsünk és adjunk egy támpontot. Nagyon sok autósnak, aki azt gondolta eddig teljesen jó hiszeműen, hogy 30-50 centi elég, hirtelen szöget fog ütni a fejében, hogy ez a szám, amire ő gondolt, az egy kicsit a szükséges alatt van, és akkor ebben az esetben már baleseteket fogunk elkerülni, netán életeket is megmenteni. Van lehetőség arra, hogy akár egy harmadára, vagy még ez alá is csökkentsük a kerékpáros baleseteknek a számát. Ezért ez a széles összefogás, de még egyszer remélem, hogy ezt az autósokkal együtt is el fogjuk tudni érni.